Köszöntök mindenkit, az itt a One More Game és a 7 Days to Die Horda szériájának a 39. epizódja, és hölgyeim és uraim, a mai rész alkalmával újfent a bázisra fogok fókuszálni, ugyanis szeretném rendbe rakni itt az északi részét a frontvonalnak, illetve megcsinálni az előőrsnek így a küzdő teraszát, amit egyébként is terveztem így a játék folyamán. Van néhány dolog, amit ki kell pakolni az inventorimból, ráadásul ezeket a ládákat kicsit rendszerezni kellene, illetve néhány fejlesztést végezni a bázison, ugyanis most már a game stage-ünk úgy áll, hogy 153-as. Tehát így az elkövetkezendő időben bármikor számíthatunk néhány ilyen kirobbanó teljesítménnyel ellátott fiatalemberre, akik szeretnék a bázisunkat romokba dönteni. Amennyiben az idő, az energia és a kapacitás engedi, mindenféleképpen lenézünk majd így délnyugat irányába a tier 4-es fecsküldet is teljesíteni, de első soron azt mondom, hogy a bázis szeretném majd kicsikét javítani, illetve fejleszteni, mert már eléggé azon a szinten vagyunk, hogyha ezt elhanyagoljuk, akkor nem fogunk tudni egyről a kettőre lépni. Tetőt is csinálnunk kell, nagyon sok mindent csinálnunk kell, úgyhogy hölgyeim és uraim, kipakolunk, aztán alakítjuk a környezetünket. Na, fantasztikus. Vendégeink lesznek, hölgyeim és uraim. Elszakította meg az építkezésünket és fejlesztésünket. Úgy van, ordibáljál. Én napközben ezekkel a beállításokkal egyáltalán nem nagy kihívás visszaverni ezt a csapatot. Hello, aranyom! Szia! Viszlát! Kíváncsi vagyok, hogy mennyien jönnek, illetve milyen setup fog érkezni. Kibontottam a falat és elkezdtem felfele fejleszteni. Gyönyörű! Jó van, hát a hölgyemény az, aki nagyobb probléma, de mint ahogy láttátok, kettő darab lendület után így véget ért ez a probléma. Szevasz hölgyem, ott is van egy. És van még egy rikoltó. Na jó van. Nem szerencsétlenkedünk. Hol a másik? Ott a másik. Nem tudom, hogy észrevette minket. Mindjárt kiderítjük. Auf Wiedersehen. Oh. Ott valakinek vagy nagyon vécére kell menni. Vagy buszhoz rohan. Vagy villamoshoz. Hello, haver. Hát, neki sem kell azon gondolkozni, hogy milyen bukósisokot vegyen magának karácsonyra. És a kérdés az, hogy vannak-e vajon még.
Valószínűleg nincs ilyen kérdés, amin gondolkoznunk kellene. Na szóval, ott jártunk, hogy fejlesztés. Ha már így megszakított minket a munkába, ez a csapatnyi szerencsétlenség, ugyanazokat a lőréseket fogom bepakolni. Ezekre a pontokra, mint amiket korábban is használtam, amit korábban erősített betonnal le is kezeltünk, és felfejlesztük. Cobblestone, beton. Így van. És a mai nap folyamán figyelni fogjuk, és ezt még egyszer megerősítjük. Ha lehet, akkor olyan nagyjából dél környékén, hogy még megkössön a beton, és fel tudjam fejleszteni erősített betonra, és az erősített beton is minket erősítsen. Az a külső szakasz már egészen pofás, ott kell még majd fent egy kicsikét alakítanunk a dolgon. Wow! Oké, ez csak vas. Jó, és hasonló setupot képzeltem el ide is. Tehát szét kell vernem mindenféleképpen ezeket az alsó elemeket. Na. Szét kell vennem az alsó elemeket, mert mint ahogy láttátok az előző részben, átbújnak, átcsúsznak, átglitchelnek, úgymond ezeken a pontokon. Úgyhogy azt felfejleszthetem, ez teljes mértékben jó lesz így. Na srácok, megy tovább a fejlesztés, csak először megnézzük odafent, kaptunk-e valamit a természettől, valami fantasztikus ajándékot. Aki be vannak csukva. Potato plant! Nagyszerű, most már nem nő. Sütőtökkel lettünk gazdagabbak. Így van. Nagyon jó, egyszerűen csak learatjuk egy-egy balta csapással. Potato! 3 darab potato. És a krumplit nem fogjuk felhasználni. Ugye több olyan receptünk is van, amihez szükségünk lenne krumplira. És minden harmadnap talán megkapjuk ezeket a krumplikat, ami teljes mértékben zseniális, abszolút fantasztikus. Megnézzük viszont, hogy mennyi krumplink van ide lent a pincébe, ahonnan el akarok majd költözni, csak hogy el akarom majd használni azokat az alapanyagokat, amik itt vannak benne. Mindegyik forjomba, mielőtt még ezeket felveszünk. Oké, itt 6 készüljön, 6 szépüljön minden. És egy darab krumplink van, és a seedhez pedig potato seed, 5 darab kell. Tehát most még nem tudunk a krumplival semmit sem csinálni. Kukoricából horribilis mennyiséget tudnánk legyártani, de az minket most így nem nagyon hozza lázba. Lássuk a recepteknél, hobo stew, ehhez is kell krumpli. Meat stew, ehhez is kell krumpli. Shepherd pie, ehhez is kell krumpli. Spaghetti, animal fat, large beef ration, can of pasta. Lássuk, hogy van a large lamb ration, chicken ration, large beef ration. Ezen kívül még zsírra van szükségünk, ezen kívül még gombára van szükségünk, ezen kívül még pasztára van szükségünk. És mi kell még? A spagettihez. Víz, és ennyi. 6 adagot tudunk készíteni, srácok, lányok. Egy adagnyi teját elrakok magamnak, mert az kicsit kifogyott, ezeket pedig befakolom majd az inventoriba. Így, ezt is. Víz. Így. Na lássuk, mennyit tudunk. Spagetti. 6. 3, 10, fantasztikus. Az 1 perc kell az elkészítéséhez, és szerintem 6 aragot tudok készíteni. 6.40, az úgy teljes mértékben jó. Spagetti! Hadd menjen! Hadd szóljon! És miből nincs? Beef. Large beef rationből. És úgy látom, hogy zsír is eléggé kevés van, úgyhogy majd lehet, hogy fogok kicsit kószálni a vadonba, lesve azokat az állatokat, akik nincsenek felkészülve a testem érkezésére. De most! Fejlesztünk tovább! Thank you.
Oké, hölgyeim és uraim, bekötöttem a rendszert, elméletileg működik mindegyik normálisan. Csatlakoznak egymáshoz azok a electric fence posts-ok, ezek az elektromos hózalok. És ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy teljes mértékben jól működik, én azt mondom, hogy teszteljük a saját bőrünkön. Láncba van kötve a rendszer, tehát nem minden a generátorhoz kapcsolódik, hanem egyik a másikhoz kapcsolódik. Viszont célszerű lesz, először megnézzük, hogy működik-e normálisan a rendszerünk. Felkapcsoljuk. Ugye felkapcsoljuk ezt, sérülni fogunk, ez 100%. Belemenjük az elsőbe, sérülünk. Oké, ez működik normálisan. Felkapcsoljuk a másodikat. Így van, na lássuk, hogy mennyit sérülünk itt. Itt is sérülünk, hibátlan. És felkapcsoljuk az utolsót. És itt átjövünk. Itt is sérülünk. Nagyszerű, oké. Tökéletesen működik a rendszerünk, hölgyeim és uraim, és az életünknek a felét adtuk azért, hogy ezt a kísérletet itt végrehajtsuk. Oké, lekapcsoltuk. Most már nem ráz. Fantasztikus, és az utolsó. Lekapcsoltuk. És most már ez sem ráz. Az egyik nagyon fontos dolog volt, hogy a bázisnak a védelmét egy kicsikét felfejleszem, viszont amondó vagyok, hogy menjünk el és nézzük meg, hogy mi újság azzal a küldetéssel. 122 kaját ad. Életet meg 61-et, maximum stamina bónusz 40-et. Ez a spagetti egy állat. Ez valami nagyon-nagyon brutális. Innen kipakolom, nem ide, majd oda fentre. Kipakolok innen mindent, amire nincsen konkrétan szükségem. Ettől is meg fogok válni, és szerintem a gyrokoptert idéglenesen bepakolom ide. A backshot ez mehet majd a másik oldalra. A gyrokopter meg van itt egy láncfűrész, amit szintén ide átpakolunk. És van még egy impact driver, amit kézhez veszek, mert amilyen elektromos tárgyat találok, azt szét kellene szednünk. Na most, 6 óránk van az érkezésig, a hordának az érkezéséig, én azt mondom, hogy megpróbálunk elég egy gyorsak lenni, és eljutunk a küldetés területre. Majd megpróbáljuk azt a lehető leggyorsabban teljesíteni. És itt vagyunk, hölgyeim és uraim, a vízműveknél, ez nem egy gyors POI, az az igazság, ettől vannak sokkal, de sokkal gyorsabb POI-ok is, és nem tudom, hogy tudunk-e végezni vele, egy viszont biztos. A main loot az itt van. Hogyha ugyanezt a POI-t találjátok meg, és mondjuk nem rendelkeztek annyi idővel, energiával, vagy bármivel, ami így nem tenni lehetővé a kipucolását, akkor nincs semmi probléma, nincs semmi baj. Na, mennyi föld van itt. Oké, okay. Egyszerűen lejöttek itt ezen a csapó ajtón. Az egyszerűt úgy értettem, hogy én is egyszerűen lemegyek. Lejöttek ide. Egy baltával szétcsapjátok mondjuk a középsőt. Ebből a kis akadályból. Fegyvert vesztek a kezetekbe, amennyiben kell. Ott van egy radioaktív hölgy. Kerének szétlevitek a fejét. Majd... Ó, gyönyörűség! Fantasztikus! Óriási tapasztalati pont eső! Még egy halott! És szerintem a maradékot elintézzük. Hogyha megyünk abba az irányba, akkor természetesen lesznek, akik így megpróbálnak az életünkre törni. De én most ezzel megelégszek. El fogom indítani újra a POI-t. Gunpowder. Négyes szintű balta. Ó, oh, Motorcycle Cassis. Nagyszerű. Working Stiff Tools. Hatos szintű wrench. Jó, attól szerintem sokkal jobbunk van. És zárva van ez a chest. Eszünk egy jailbreakert, mert nem... Rengeteg zárnyító készletünk van, de most inkább az időt spórolom meg. Hogy sokkal gyorsabban végezzünk ezzel a ládával, mert akárhányszor újraindítom, akár 20-szor is újraindíthatom, hogyha mindegyik alkalommal beletörik a zárnyító készletem. Na lássuk, megérte ez a néhány más... Ezt a kutya! Ekkora loot! 39, 66. Az enyém jobb. Igen. Wow! 873. Ezeket meg kell majd javítani, és találtunk nyers gyémántot. M60-asból találtunk egy nem annyira rosszat. Oké, köszönöm szépen a main lootot, és most kezdődik, hölgyeim és uraim, a valódi akció. Gyorsan végig kellene pörgetni, és ezért nem csak közelharci fegyvert kívánok használni,
ugye a kitakarításához ennek a helynek, hanem lőfegyvert szintén. Okay, és szerintem a shotgun lőszer meg a 762-es is elrakjuk, ami még itt pluszban van. Igen, az oda jöhet. Okay, na jöhet a rush. Shotgunnal fogunk kezdeni, a hölgyeim és uraim, a biztonság kedvéért. Újraindítottam, és clear area, és find the river supply. Okay, mo annyira nem érdekel minket. Követjük a fényeket. Felmegyünk itt ebbe a toronyba. Na, itt cement, köszönöm. Megyünk tovább. Megint egy kis cement. Lehet, hogy ezekkel nem nagyon kellene foglalkozzak. Lássuk, hogy itt van-e valami. Vagy valaki. Vagy valami használható dolog. Talán itt bent. Ah, van egy láda. Igen. Jól emlékeztem, hogy itt akkor van egy láda. Lássuk, ki tudom nyitni. Ki tudom. Fantasztikus. és a Crucible. Köszönjük szépen. Megérte feljönni. Mindenkinek javaslom, hogy jöjjön fel ebbe a toronyba, aki Crucible talál ugyanebbe a szent pozícióba. Játék ezen stál témába. Az mindenféleképpen jelezzen, mint ahogy mondtam, fegyvert akarok használni. 9 töltény. Oké. Okay. Jövünk lefele. Eléggé messze van tőlünk. A csomag, amit fel kell vennünk. Én most ignorálni fogom a területnek a kisebb pontjait, mint a szemetes zsákokat, azok eléggé lelassítanak engem. Egyébként mindenkit. Igen, itt kell majd tovább mennünk. Lássuk, ezen a szinten van-e valaki. Ezen a szinten nincsen senki, úgyhogy mehetünk a konyha felé. Nézem, hogy kicsit lassú a karakterem a páncélzat miatt, de nem olyan nagy baj, hogy ez van rajtunk. Szasztok, fiúk, lányok! Hopp! Egy marék is sörétbe belenézett a motorosunk. Te is, barátom. Ott van valaki, aki szeretne kérni. Tisztelt. Lássuk, csomag még mindig messze van. Igen, 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 ide lent nem vagyunk senkit. Oké, arra megyünk tovább, arra fele van a piros fény. Takarítószertár. Working stiff. Láncfűrész, lebontjuk, 4-es szintű acél csákány magunkhoz vesszük. Áááá, loot! Rengeteg idő elmegy azzal, hogy itt lootolgassunk. Itt van egy kutya. Itt lesz egy kutya. Azt hiszem, hogy itt van hátul egy kutya, de nem vagyok benne teljesen biztos. Ott marog! Oké, okay. Átjöttünk ide. Hátul nincsen senki. Nem nyitható ajtó. Na, hol vagytok? Itt van egy táska, ha már eljöttünk ide. Oh, 6-os szintű páncél, meg egy víz. Jó. Nem olyan borzasztó amúgy. Oké, okay, megyünk le. Ott a konténert megnézzük, hogy... Ó, oh, nézzétek csak, ki van ott. Szevasz. Eléggé egy problémát jelenthettél volna nekem. Nem szeretem ezeket az állatokat. Haló? Tisztelt? Oké, okay, ennyi volt. Valaki még kopogtat. Nem nagyon hallom, hogy hol. Szerintem az alsóbb szint... Ó, oh, de jó. Megérte ide lejönni. Na, még egyszer. Lehet, hogy ott kopogtat valaki. Mindjárt megyünk, nyugalom. 18 óra 56. Halló? Ó, hörögnek már a srácok. Viszlát. Hoppá! Hé, haver! 19 óra. Oké. Okay. Most nem vagyunk úgy kíváncsiak semmilyen titkos elemére. Egyébként megéri átnyálazni ezt a területet. Egészen jó loot szokott összejönni ezekből a vízművekből. 4-es szintű POI, tehát annak megfelelően találtok benne cuccokat. Hello, hölgyem! Nem akartam ennyiszerre magam mellé lőni, de hát... Néha így alakul. Ez egy nagy terem. Itt azt hiszem ilyen víztartályok vannak, meg aknák. Tehát ha úgy döntetek, hogy így átugorjátok ezt a részt, ne tegyétek. Na, hol vannak a srácok? Ez viszont problémásabb. Hello? Oké, okay, egy megvan. Kettő megvan.
Aha, fantasztikus. Imádom a vizet ebbe a játékba, egyszerűen zseniális. Másik helyiségben lehetnek még vagy ketten. Ó, és most vissza kell mennünk, ugye? Jó, frémeket fogok használni. Nincs arra időm, hogy itt belugodjak még néhányszor a vízbe. Aha. Oké. Jó, működik. What? Mi ez? Bebugoltam a saját frémembe. És nem tudok semmit sem csinálni. What the... Hát ez fantasztikus volt, srácok, lányok. Oké, na, itt vagyok, itt vagyok. Nyugalom. Hello, haver. Aha, itt vártál rám, úgy érzem. Oké, abban az irányban még mutat két zombit. Ó, nem már, hogy visszafele kell... Lehet, hogy ott vannak lent. De hogyha nem ölöm meg őket, nem teljesítem a feladatot. És meg akarok bizonyosodni arról, hogy nem hagyom itt őket. Aha. Hello. Egyszer. Kétszer. Jó. Fantasztikus. Ah! Kicsit nyögvenyelősebb most ez a feladat, ez a küldetés, mint amennyire én számítottam rá, de semmi gond, semmi baj. Haladunk tovább, 20 óra, 11 perc, lehet, hogy a hordára érünk haza. Ami abszolút biztonsági érzetet nyújt nekem, az az, hogy megcsináltam a védelmet. Hello, stock! Változatosság kedvéért kérdelem. Viszlát, haver. Konténerben van még egy. Ki kell engednünk. Hello. Ez kell nekünk. Köszönöm. Váltunk csúszit. Ebben a helyiségben nincsen több. Zozó. A persze. 762-es, tökéletes. És azt hiszem a másik helyiséget célozzák meg. Így ezek a piros pötty. Igen, valószínű. Hello! Viszlát! 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 Nagyszerű! És itt vagyunk a main lootnál! Hello! Lois! Frászt hoztad rám! Hello, Kenny! Fantasztikusan tudok célozni ezzel a csúszdival! Oké! Okay. Return to the Trader. Azt fogjuk csinálni egy kis kajával. Megajándékoz minket meg a hely. Peszengez doboz. Forge, 15 repair kit, az nagyon jó. Annak használt veszem. Egyes szintű auger lebontom. Azt a lőszer mennyiséget itt elfelejtettem az előzőekben. Oké. Okay. Oké. Okay. Egészen tűrhető. És eszünk még egy jailbreakert. És kinyitjuk ezt a ládát. És valószínűleg a kereskedőhöz már nem megyünk vissza, mert egy óra és itt van a horda. Úgyhogy a küldetést majd csak a holnapi nap fogjuk leadni. Ami egyáltalán nem probléma, nálunk van a pak. Visszamenjünk a bázisra. Lássuk. Oké. Okay. Lássuk, mi van rajtam. 6-ös szintű steel, az ott hibátlan. Ezt meg kéne javítani. Take. Repair. Igen. Aztán ezt is elvesszük. És repair.
A többi az tűrhető állapotban van. Fantasztikus, fel is pakoltuk. Na srácok, találkozunk otthon! Hát hölgyeim és uraim, ez eléggé meredek volt. Oh. Oké. Okay. Ezt be fogom kapcsolni. Ezt be fogom kapcsolni, mindenféleképpen. Ezt felkapcsoljuk. Ezeket felhajtjuk. Ezt is felkapcsoljuk. És... na ez a hiba a rendszerben. Na ez a hiba a rendszerben. Nem dolgozik különállóan. Semmi gond, srácok, lányok. Felkapcsoljuk. Mindegyik fel van kapcsolva. És érkezik hang. És hölgyeim és uraim, lássuk, hogy mit hoz nekünk. A ma esti horda. We'll be right back.
reggel van, és az azonok áttörtek, vagy csak átglitcheltek, de áttörtek. Van egy kis problémám a rendszerrel. Erről annyira nem működik normálisan. Okay, ennek most itt van értelme. Egy rakat demolisher. Egy rakat demolisher, ami érkezett a mai nap folyamán. Gyertek gyökerek, ez nem működik. Oké. Tehát, a legnagyobb tapasztalatunk az, a mai rész alkalmával, hogy elfelejtettük erősített betonnál alakítani azt a betont. Szóval ez itt nem kap áramot. Tehát külön kell bekötnem mindegyiket. Ez most itt jó állapotban van, megjavítom, megpróbálok átmenni rajta, és nem működik. Tehát külön be kell kötnem a következő részben, ez az egyik nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye én most lekapcsolok itt mindent. Hú, hát azért ennyi demolisherre nem számoltam, és azért hagyott nyomot maga után, amelyik felrobbant. Hagyott nyomot. Úgyhogy a stratégiát kell váltanunk, hölgyeim és uraim. Az első ponton itt szét is szedte a kapcsolót. Az electric fence-ek jól néznek ki. És a következő részben mindenféleképpen ezzel a résszel kell valamit kezdenem. És hidegen kell, hogy hagyjon minden olyan dolog, ami nem a bázisfejlesztésen van, máskülönben nem érjük meg a 2-3 napot is. Itt van vége a kihívás. Na de lássuk a lootot. Oké, felvesszük. Jó, kicsit sokkolt, amit kaptam. Így a ma este folyamán viszont értük. És megkaptuk. És történjen kis kaja. 5-ös láncfűrész, az nem rossz, annak már jó ára van. 6-os szintű baseball bat, annak is jó ára van. És pénz, egy kis páncél, AK és recept. És pénz és lőszer. Vitamin, mert abból természetesen kevés van. 5-ös szintű sledgehammer, pénz és kaja. És ennyit tudtunk felvenni. Gyorsan kipakolok az ideiglenes ládába, ami most így itt lesz. Azt kérem vissza. Az M60-as jól dolgozott, viszont így modok nélkül nem biztos, hogy a legfantasztikusabb. 4-es szintű Desert Vulture, ez is nagyon-nagyon jó. Ez is nagyon-nagyon jó. Ezt magamhoz veszem. Ez mehet, Crucible is mehet. És ott vannak az elektromos dolgok, oké. Az M60-as visszapakolom ide. És 3-as szintű autós shotgunt is be kell vetnünk majd a következő rész alkalmával. Kis páncél lőszer, páncél kaja, lőszer meg ajtókilincs, egy kis vas plusz még lőszer. Megint vas és sisak, nem tudom, hogy azzal kellene elfoglalkozzak. Ez is egészen jó, ez gyenge loot volt. 6-os szintű robotik turret. Oké. Az acél az jól jön, az kell majd a javításra. 5-ös szintű impact driver. Ami rosszabb, mint ami nálam van. Semmi gond, ez előfordulhat. 6-os szintű csákány, olyanunk már van. De megnézem, hogy jobb-e az enyémnél. Gyorsabb, meg nagyobb a durability-e. Oké. És ennyi, még egy láda, még egy zsák megtelt. Oké, innen gyorsan kipakolunk mindent, amire úgy konkrétan nincsen szükségünk. Nincs már túlságosan sok loot. De ahhoz képest, hogy milyen problémás volt az elmúlt néhány napban a loot, most annál durvábbat kaptunk. Oké. Ja. Na, hölgyeim és uraim! Ez brutális volt, amit ma kaptunk így a zombiktól. De ez a három pozíció, ennek mind a háromnak egy-egy ilyen...
Hát visszavonulási zónának kell lenni, ugyanis a küzdőteret itt akarom létrehozni majd így a következő rész alkalmával. Remélem, hogy lesz elegendő alapanyagom, remélem, hogy nem fognak a zombik kifüstölni abszolút könnyedén, és nagyon-nagyon nagy sérülést kaptak ettől a robbanástól. Oké. Most már ezt is megértük. Nem is egy, hanem öt vagy hat demolisher érkezett a mai nap folyamán, és eléggé... Hát megpróbáltam koncentrálni, leszedni mindegyiket, nem sikerült. De majd a következő rész alkalmával kiderül, hogy mennyien jönnek, és hogy mekkora nehézséget fognak jelenteni. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Én Uno voltam, és mint mindig, találkozunk legközelebb. Szevasz! We'll be right back.